Üdvözlet, remélem hasznosnak találod ezt a videót, és amennyiben igen, az infobubble.hu weboldalon számos ilyen, és ehhez hasonló tartalmat találsz. Arra kérlek, hogy oszd meg ezt a videót, és lájkold, hogy több emberhez eljusson ez az üzenet, és találkozunk az infobubble.hu weboldalon. Üdvözlet mindenkinek, és 2022. 8. 23-án készül ez a videó. Ezúttal egy olyan dologról lesz szó, amiről már tettem említést ezen a csatornán, csak évekkel ezelőtt talán ez a dg.com website és az ő előrejelzésük a világ országai népességét illetően. Bárki utána tud nézni ennek a weboldalnak, itt található most a képernyőn, ez dg.com számomra úgy tűnik, hogy ez egy katonai felszerelésekkel és járművekkel foglalkozó weboldal, és hogyha jól értelmeztem, akkor ők összesítik az információkat, hogyha koncentrálunk mondjuk a légi közlekedésre, például a Boeing-től, Airbus, Lockheed Martin és egyéb cégektől, de felhasználják azokat az adatokat is, melyeket a különböző kormányok rendelkezésre bocsájtanak az interneten többek között az Egyesült Nemzetek hagyományos fegyver nyilvántartása, hogyha jól fordítottam ezt le. Na most a lényeg, amit én mutatni szeretnék, az eltűnt már erről a weboldalról, legalábbis élőben nem látható, azonban találtam néhány archív felvételt, screenshotot erről a dgl.com ide vonatkozó oldalairól és listáiról, ezek pedig a következők. Mint például ez is itt. Az érdekes az ő előrejelzésük, amely a népességre vonatkozik. Ha jól értelmeztem, akkor 2025-re vonatkozik ez az előrejelzés, és a piros szám az az új, a fekete szám pedig a régi vagy az akár meglévő, ugye a lista elkészítésének idejében meglévő. Ezeket a távoli országokat vagy szigeteket nem is tudom mik ezek, ezeket lehet, hogy nem is érdemes különösebben szemügyre venni, de például ez ugye Izland, ahol 339. 195.000-re fog csökkenni az előrejelzés szerint a népesség. Luxemburg 600 ezerről, 200 ezerre. Málta 416-ról 295-re. Ciprus 1 millió 200 ezerről 800 ezerre. És bár mindent nem fogok tudni megmutatni, de Kína annyira nem is nagy a változás ebben az esetben. Japán 126 millióról 103 millióra, Etiópia létszáma 5 millióval csökken, de az Egyesült Államok az 326 millióról 100 millióra. Üdvözlet! Remélem hasznosnak találod ezt a videót, és amennyiben igen, az infobubble.hu weboldalon számos ilyen, és ehhez hasonló tartalmat találsz. Arra kérlek, hogy oszd meg ezt a videót, és lájkold, hogy több emberhez eljusson ez az üzenet, és találkozunk az infobubble.hu weboldalon.